Road Safety, a biztonság az első néven indított országjáró közlekedésbiztonsági oktatási programsorozatot, melynek a város főtere ad otthont március 28 és április 1-e között, melyet óvodásoknak és alsó tagozatos kisiskolásoknak szervez a Humda Magyar Automotor és Zöld Mobilitási Fejlesztési Ügynökség ZRT. Ezzel kapcsolatban tartottak sajtótájékoztatót március 28-án. Weingartner Balázs, a Humda ZRT elnök vezérigazgatója köszöntőjében elmondta, tavaly a cég megalakulásakor keresték azokat a közlekedésbiztonsági edukációs lehetőségeket, ahol talán a legkönnyebben és legjobban tudnak a közlekedési kultúra nevelésével foglalkozni. Így egy olyan programot raktak össze, ahol egy rövid elméleti oktatás követően egy kiépített keresztpályán játékosan alkalmazva a megtanultakat, különböző forgalmi szituációkkal próbálják felhívni a figyelmet a helyes közlekedésre. Ennek a rendezvényünknek a legfontosabb üzenete, hogy ahogy a nevén is benne van, a biztonság az első, tehát azt próbálnánk meg az általános iskola első, másodikos, az adott esetben az óvoda legfelső tagozatos gyermekeivel megismertetni, hogy mind azért a közlekedés már aktív részvevői, akik már-már a szülők kezét elengedve vesznek részt gyalogosként, kerékpáron, rolleren vagy egyéb ilyen multimobilitáshoz kötető kis eszközön a közlekedésben, és egyre inkább biciklire ülnek, mire is kell, hogy odafigyeljenek, hiszen ugye a legnagyobb veszély rájuk egyértelműen a nagyobb tömegű közlekedők, motorosok, autósok, teherautók, buszok, és egy olyan 45 perces képzést próbálunk nekik adni, amely ketté osztottan igyekszik a lehető legszélesebb, de annál fontosabb üzeneteket megadni számukra. Egy 20 perces elmélettel kezdünk. A 20 perces elméletben a legfontosabb tanulnivaló talán az, hogy mindig ne az eszközre, hanem a járművezetőjére figyeljenek. Tehát, hogy a szemkontaktust keressék, ez a legfontosabb, hiszen a szemkontaktus árulja el azt, hogy valójában merre fog menni ez az autó, hiszen ugye aki a szemkontaktust felveszük, vagy akivel a szemkontaktust felveszük, ő vezeti és kormányozza azt a járművet. A második pedig az, hogy a legveszélyesebbnek tartott gyalogátkelő hely, tehát amikor bármilyen úttestet keresztezünk, akár legyen ez biciklivel, gyalogosan, vagy valamilyen rollerrel, kisebb járművel, akkor pedig körültekintően balra, jobbra, balra kell elnézni, és meggyőződni a forgalomnak a kezeléséről, szabályosságáról, és itt pedig ezt a körültekintő balra, jobbra, balra történő elnézést összekapcsolni a szemkontaktus kereséssel. Tehát amennyiben tiszta az út, akkor nincs erre szükség, amennyi viszont nem tiszta, akkor addig nem indulunk el, míg a szemkontaktus nincsen meg az érkező járművezetőivel. Tehát ezeket próbálják a kollégák elméleti szinten átadni nekik, értelemszerűen átismételve a keresztben egyébként már azért alapokat szerző gyerekeket, hiszen azért már legtöbben úgy érkeznek ide, hogy a táblákat ismerik, tudnak bizonyos közlekedési szituációkat, ezeken azért végigmennek, kiemelve itt az őket leginkább érintő közlekedési szituációkat, majd pedig a gyakorlati részben egy mini keresztpályán mennek át, szintén már gyakorlati közlekedési szituációkat tanulva, tehát a táblákat már elhelyezve, a jelzőlámpákat már működésben látva, vagy éppen vasúti keresztezés körforgalmat alkalmazva, és utána pedig miután ezen végigmentek az instruktorokkal, beülhetnek kis autókba, biciklire szállhatnak, rollerre ülhetnek, és ezekkel próbálhatják meg a mondjuk így az éles szituációban történő alkalmazkodást. Tehát mintha ők lennének egy mini úton közlekedő kis közösség. Egyszerűen vannak, akik a gyalogost imitálják, vannak, akik pedig az úton közlekedve figyelnek az elsőbségadás kötelezettségére és az egyéb közlekedési szabályokra. Azt gondolom, hogy ezt követően azért a legtöbben jó élményekkel távoznak, egy kicsit talán ezzel az alapot, hogy emlékezzenek erre a rendezvényre, bennük még mélyebbre tudjuk ásni. És ami talán egy fontos kérdés, hogy a legtöbb tanárnő, illetve tanár is, aki érkezik velük, jelzi, hogy ezeket fogja bennük majd újra és újra emlékeztetni őket, és adunk egy kiadványt is minden gyermeknek éppen azért, hogy egy kicsit játékosan, ám de mégis abból tanulva, ismételve ezt a megszerzett tudást tudják majd alkalmazni. És ami még egy fontos kérdés, hogy nem csak délelőtt lehet oktatásra jönni, ugye az iskolák szervezésében, hanem délután 2 órától nyitott a pálya, tehát tulajdonképpen nagyon várjuk a szülőket, nagyszülőket visszatérve a gyermekeket, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb része, amikor a gyermek annyira élvezte, hogy a szülőt, nagyszülőt meggyőzve beeljön és bemutatja a megszerzett tapasztalatait. Ezzel szerintem már végképp nyert ügyünk van, és a gyermeket egy kicsit másfajta közlekedési kultúra felé indítottuk el, és megalapoztuk bennük a jövő közlekedését. Dr. Tiba István országgyűlési képviselő beszédében elhangzott, a rendőrség folyamatosan küzd a közlekedés biztonságával, hiszen rengeteg baleset van, amely személyi sérüléssel vagy akár halálos kimenetellel is végződik. Azonban, ha gyerekkorban helyesen rögződnek a közlekedési szabályok, akkor azok később rutinná válnak, és előnyükre lesz. Hogyha a
családokat, a szülőket, nagyszülőket nézzük, mindenki a gyerekének, unokájának szeretne a legjobban kedvezni, és a gyerekének, az unokájának a kérése az szent és érthetetlen, és megpróbálunk mindent a gyerekeinkért, unokáinkért megtenni, és egy ilyen kiállítással, egy ilyen bemutatóval, ahol a gyerekek játékos keretek között ismerkednek a közlekedés szabályaival is, iskola vagy óvoda után hazamennek, elmondják a szülőknek, hogy mit láttak, mit tapasztaltak, és hogy szeretnének visszajönni, a szülők is eljönnek. És így egy ilyen játékos formán keresztül egyfajta közlekedési oktatást tudunk bevezetni a gyerekeknek elsősorban, és a családoknak is, hiszen ne felejtsük el, hogy itt a családok részére is van lehetőség, tehát vannak olyan programok, amik a felnőtteknek szólnak. És szerintem ez a legjobb, az már csak haba tortán, hogy Hajdúböszörményben itt van az első 20 helyszín közül egy alkalommal ez a Humda által szervezett bemutató, kiállítás és gyakorlati pálya, és remélem, hogy a továbbiakban is fogunk találkozni itt ezzel, a később is, illetőleg a többi településen is. Kis Attila polgármester köszöntőjében megfogalmazta, Hajdúböszörménye kerékpáros város, hiszen az itt lakók nagy többsége közlekedik kerékpárral, ezért fontos, hogy már gyerekkorban elkezdjük a közlekedés biztonsági ismereteinek elsajátítását. Nagyon fontosnak tartom a kezdeményezést, amelyel a Humda szervezete keresett meg bennünket, hiszen itt kifejezetten óvodás és általános iskolás gyermekek, azon belül is inkább az alsó tagozatos gyermekek képzésére, illetve játékos tanítására szegődtek el. Hajdúböszörmény valóban egy kerékpáros város, rengetegen járnak, mindig is rengetegen jártak, még amikor nem volt divat időzőjelben a kerékpárút, akkor is nagyon sokan jártak kerékpára, hiszen ugye alföldi település vagyunk, nagyon sok emelkedő, nagyon sok szintkülönbség nincs, így adott, hogy egy családban több kerékpár is van otthon. Az utóbbi időben nagyon sok kerékpárutat is építettünk, és nagyon fontos az, hogy aki részt vesz a közlekedésben kerékpárosként, vagy akár bármilyen más eszközzel, teljesen tisztában legyen a közlekedési szabályokkal, a kresszel. Nyilván egy általános iskolás vagy egy óvodás gyerektől ez még azért erős lenne elvárni, hogy tisztában legyen a kresszel, de az az alapvető biztonsági kérdésekkel nem baj, ha tisztában van, és nagyon fontos az, hogy pici gyerekkortól kezdve foglalkozunk ezzel, hiszen ha úgy nő föl, hogy érzi azt, tudja azt, hogy ha ő kerékpára ül, már résztvevője a közlekedésnek, és sokkal óvatosabbnak kell lennie, mint ha mondjuk csak a járdán közlekedik, bár a járdán is figyelnünk kell, de azért mindenképpen, ha mondjuk egy kerékpára ül valaki, sokkal nagyobb veszélynek van kitéve, mint hogyha gyalog közlekedne. Hogyha úgy nő fel a gyermek, hogy ezzel tisztában van, felnőtt feje sokkal egyszerűbb lesz neki elfogadni és megtanulni a kressz szabályokat. Másrészt pedig a gyerekek, amit megtanulnak, azt tudják, azt nem felejtik el, és képesek a szülőknek is, nem hogy képesek, hanem simán mondják a szülőnek is, hogy ezt apa vagy anya, ezt nem így kell, vagy ezt nekem azt mondta a rendőrbácsi, vagy valaki azt mondta, hogy ezt így kell, úgy kell csinálni. Nagyon fontos ez, üdvözlöm ezt a kezdeményezést, sőt, hát én kértem képviselő urat és elnök vezérigazgató urat, a Humda vezetőjét, hogy amennyiben lehetőség lesz, mi szeretnénk repetázni ebből a nagyon szép programból, mármint hogy máskor is hozzá kell hozzánk, ha lehetőség lesz rá, mert szerintem nagyon fontos, hogy a gyerekek tényleg picikoruktól kezdve legyenek tisztában a közlekedés biztonsági legfontosabb dolgokkal, nyilván azon a szinten, ami számukra fontos lehet. Dr. Dienes Imre, a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság vezetője beszédében kiemelte, a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság kiemelt területként kezeli a közlekedés biztonsági kérdéseket. Ha gyerekkorban meg tudjuk tanítani a helyes közlekedés alapjait, az később mindannyiunk erényére válhat. Valamint elmondta, a hét második felében a rendőrség közlekedési előadások mellett bűnmegelőzési előadásokkal is készül majd, bízva abban, hogy lehetőség lesz minél több korosztályt megszólítani.